Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A hely méltóságának megfelelő kilátó. 1902-ben döntöttek úgy a soproni városépítők, hogy a hely méltóságának megfelelő kilátót építenek kőből, mint ahogy elhangzott, 1876-ban Rombauer Károly soproni nyomdász által épített első kilátó előregedett faépítménye helyén. A Winkler-Oszkár tervei alapján elkészült kilátót 1936. június 12-én avatták fel. A hely méltóságát maga a természet adja. Az erdő, az élővilág, a kövek, az élővilág gazdagsága, a domborzat harmóniája, az erdő hangjai, a levegő, a mélység és a magasság, a távlat. Az a fenséges érzés, ami hatalmába kerít akkor, amikor innen a messzeségbe nézünk, vagy amikor megérezzük az erdőt. A hely méltósága, itt az az érzés, hogy nincs még egy ilyen hely széles a hazában, hogy jó itt lenni. A hely méltóságában ott van a vonzerő, ott van a késztetés, hogy végigjárjuk a parkerdő minden útját, és visszatérjünk ide. A hely méltósága feltölt erővel, nyugalommal, szépséggel. Kivételes hely, kivételes térség, olyan, ahova érdemes kilátókat építeni. A hely méltóságát erősíti az a tudat, hogy nincs még egy hely Magyarországon, ahol egy négyzetkilométerre eső kilátók száma több lenne, mint itt Sopronban.